Remélem most működni fogsz, bádog ember. Ó, itt van a tévé, ne káromkodj. Egy kalandos utazásra hívom Önöket a mesterséges intelligencia birodalmába. Rögtön az első epizódban kiderítjük, hogy kell-e félnünk az MI-től. Tartsanak velem! Mesterséges intelligencia az emberi intelligencia valamely részének leképezésére alkalmas szoftver, amely képes támogatni vagy autonóm módon ellátni észlelési, értelmezési, döntési vagy cselekvési folyamatokat. Egy technológia, amely speciális képességekkel rendelkezik, mégis kiemelt figyelem kíséri mind gazdasági, mind társadalmi szinten. Az elmúlt 10 évben a mesterséges intelligencia, mint technológia olyan léptékű fejlődésnek indult, amelyet sokan egy új ipari forradalom kezdetéhez hasonlítanak. Ezúttal azonban nincs a fejlődésnek természeti erőforrás igénye, hanem a rendelkezésre álló emberi erőforrás kompetenciája határozza meg a fejlődés korlátait. E technológia mindenkit személyesen érint, radikálisan alakítja át a munkaerőpiac elvárásait, új dimenziókat nyit a hatékonyság növelés terén, és óriási gazdasági növekedési lehetőséget hozhat. Forgatási helyszínünk a szegedi Szent Györgyi Albert Agórában helyet kapó informatika történeti kiállítás terei voltak, amelyet a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság üzemeltet, akik több mint 50 éve a számítástechnika informatika kiemelkedő aktív társadalmi közhasznú szervezete. A 10 éve állandó, de mindig megújuló kiállítás keretében kortörténeti eszközök bemutatása és tárlatvezetés is a szolgáltatás részét képezik. A kétszintes kiállítótérben többek között megtekinthető a névadóról elnevezett Neumann szoba, rendelkezik kipróbálható asztali számítógépekkel, valamint különleges darabok is a gyűjtemény részét képezik. Az egyik legkülönlegesebbről a szegedi Katica megszületésének körülményeiről Kónya Orsolya múzeumpedagógussal beszélgettünk. Az 1950-es években dr. Muszka Dániel az egyik kollégájával a Szegedi Egyetemen olvastak egy cikket arról, hogy valahol a világon építettek egy műállatot, egy teknős békát. Ezután elmentek a főnökükhöz, dr. Kalmár László professzor úrhoz, hogy engedélyt kérjenek arra, hogy ők is valamilyen hasonló műállatot építhessenek. Az engedélyt megkapták, és így 1957-re megépítették a szegedi Katica bogarat, Magyarország első robotját, amelyet elektroncsövek, germániumdiódák, fotocellák, jelfogók, elektromotorok és mikrofonok alkotnak. Miután elkészült a Katica bogár, mindenki látni akarta, hogy mit tud, hívták a bogaras tudóst, aki boldogan vitte magával, hogy bemutathassa a Katicának a tudását. A kutatók feltalálók célja valójában a pavlovi reflexek, tehát az élő szervezeteknél megfigyelhető feltételes és feltétlen reflexek kialakulásának gépi úton történő lemodellezése volt. A modellünknek, tehát a Katicának három funkciója van. A fototropizmus, a feltételes reflex és a védekező reflex. Tehát látni fogjuk azt, hogy a Katica a hangra pislog, követi a fényt, sőt, képes tanulni, felejteni, és még megsértődni is. Csupa emberi tulajdonság. Csupa emberi tulajdonság. A fényinger feltétlen mozgásreakciót vált ki, és vonzó hatást gyakorol a Katicára. Ha a fejrészén elhelyezett érzékelők közül bármelyiket a háttér megvilágításnál erősebb fény ér, akkor a Katica elindul, és követi a fény forrását. A hangingerre pedig látni fogjuk, hogy felvillantja a Katica a szemeit. Ha egyidejűleg éri fény és hanginger, akkor egy bizonyos idő eltelte után, ami a tanulási periódus nála, csupán a sípszóra, mondhatni, egyenes vonalú mozgással reagál.
Ez a pavlovi kísérlethez hasonló jelenséget mutat. Tehát elmondhatjuk, hogy képes önálló tanulásra? Így van, viszont, hogyha ezt nem gyakoroltatjuk vele, akkor ő ezt elfelejti, tehát megszűnik ez a képessége. Viszont, ahogy említettem, a védekező reflex is az egyik funkciója, ez pedig úgy nyilvánul meg, hogyha a 7 pettye közül bármelyiket enyhe nyomás vagy ütés éri, akkor a katica mozdulatlanságba dermed, a szeméből kialszik a fény, és morgó hangot ad ki. Ugyanezt történik akkor, hogyha itt az elől elhelyezett szarvával valaminek nekiütközik. A lefagyott állapot akkor oldódik fel, ha megsimogatjuk ezt a katicabogarat, ugyanis a békülési periódus 8 másodperc nála, ennyi idő kell ahhoz, hogy túltegye magát a sérelmein, és mindenkinek megbocsásson. Bárcsak az embereknél is így működne. Így van, és ismét reakcióba lép. Nem sok mindenkit ismerünk, aki erre képes, egy valakit igen, a vitrínben lévő katicabogarat, mert ő az eredeti katicabogár, csak összetörték a búráját, és utána 2 másolat készült belőle, az egyik Budapesten, a másik Szegeden van, de csak itt mutatjuk be, hogy mit tud a katicabogár. Ez a katicabogár bejárta az egész világot. Egyiptomban majdnem, hogy istenként kezelték, mert az egyik szent állatukra, a skarabeuszra hasonlít. Ami nagyon fontos még, hogy 2011-ben a londoni robotika kiállításon beválasztották a világ 14 legjobb robotja közé. Tehát méltán büszkék lehetünk arra, hogy magyarok, pontosabban Dani bácsiék 1957-re Magyarországon megépítettek egy robotot. Professzor úr, mekkora az igény arra, hogy az emmi megjelenjen a különböző tudományágakban? Hát igen, ha most nagyon pikét lennék, akkor csak azt mondom, hogy nagy, és akkor ezért tulajdonképpen a kérdésre válaszolnék is. De én úgy gondolom, hogy mivel itt egy olyan környezetben tartjuk ezt az interjút, ahol a kibernetikának a, hogy mondjam, az őstörténete is jelen van, én úgy gondolom, hogy amikor a mesterséges intelligenciáról beszélünk Magyarországon, vagy amikor a mesterséges intelligenciáról beszélünk Szegeden, akkor talán engedjünk, hogy egy kicsit visszanyúljak az ősök, vagy a kezdetekhez. Mégpedig én úgy gondolom, hogy okvetlenül meg kell, hogy említsem Karmán Lászlónak a nevét. Karmán Lászlóról talán sokan tudják, hogy a magyar informatikának, magyar kibernetikának mindenképpen az atyaként tekinthetünk rá, és nagyon büszkék vagyunk, hogy ő Szegeden volt a professzor. És én nagyon nagy örömmel szolgál, hogy én még dolgozhattam vele személyesen is, tehát 1975-ben hívott meg a kutatócsoportjába, akkor még diák voltam. Nos, ez a kutatócsoport, ez a munkásság volt aztán az alapja, hogy 1996-ban, tehát most már az is több mint 25 évvel ezelőtt, Magyarországon először létrejött a mesterséges intelligencia kutatócsoport, Csirik professzor vezetésével, ahol akkor én helyettesként, kutatócsoport helyettesként dolgoztam. Tehát 1996 mesterséges intelligencia. Abban az időben azért eléggé gyanakodva néztek a kérdre, ilyen mondom. És ez egyedülálló volt? Hát egyedülálló, igen, maga nem én szerintem világviszonylatban is úgymond az élen járt ez a dolog. Magyarországon meg abszolút. Tehát mondjuk akkor volt olyan dolog, hogy akinek nincs természetes intelligenciája, az mesterséges intelligenciát akar, de nyilván ez csak egy tréfa volt. Nos, és akkor megalakítottuk 1996-ben ezt a kutatócsoportot, ami azóta is folyamatosan működik. Ott óriási mázlink volt, óriási szerencsénk volt, hogy miután megalakultunk, egy 3+3 éves projekt, EU-s projekt keretében csatlakozni tudtunk egy úgynevezett gépi tanulási csoporthoz, és akkor a világ vezető kutatóival volt alkalmunk együtt dolgozni 6 éven keresztül. Ez egy olyan óriási előnyt jelentett, hogy belecsöppentünk egy olyan környezetbe, akik tudták, mi az, hogy gépi tanulást,
meg tudtuk tőlük tanulni, mi is hozzá tudtunk eredményeket tenni. Tehát 25 évvel ezelőtt megismerkedhettünk azzal, hogy mi is, mit jelent ez a gépi tanulás, milyen, hová fejlődik majd ez a világ. Mert azért látnunk kell, a mesterséges intelligenciának az egyik alappillére az úgynevezett gépi tanulás. Tehát az, hogy a programok tanulni tudnak. Ez a lényege szerintem a mesterséges. Miben különbözik a gépi tanulás az emberi tanulástól? Egyáltalán párhuzamot lehet-e vonni? Igen, akkor egy kicsit megnyílik a kérdés. Igen, ez nagyon-nagyon lényegi kérdés. Nagyon-nagyon lényegi kérdés. Rengeteget vitatkozunk ezen, az az igazság. Sok vörösbor elfogyott már ennek a témának a taglalásán. Tehát amikor ezt a témát taglaljuk, hogy akkor most mennyire a gépi, amit a gépi intelligencia, mennyire az emberi intelligencia. Ugye eredeti cél az volt, hogy olyan algoritmusokat találjunk, amik az emberi gondolkodást, tehát az emberi gondolkodást próbáljuk utánozni. Tehát a tanulással, ahogy az ember tanul, úgy tanuljon a gép is, és ezt az intelligenciát. Nos, azért úgy tűnik a jelenlegi állásból, hogy azért ez valamilyen módon különválik a kettő. Tehát amit a gépi intelligencia nem biztos, hogy ugyanaz, mint a mi emberi intelligenciánk. Tehát és sajnos ez nagyon-nagyon nagy veszélyeket is rejt magában, hiszen ugye tudjuk, hogy a nagy boomot, a nagy robbanást, az, hogy most a mesterséges intelligencia, hogy mondta, hogy mindenhol alkalmazásra került, és akkor visszatérek az eredeti kérdésre, hogy mekkora igény van. Tehát manapság már nem az a kérdés, hogy kell alkalmazni a mesterséges intelligenciát, mindent, inkább csak az, hogy mennyire gyorsan, tehát mennyire vagyunk felkészülve az iparba, tudományba, kutatásba, az adminisztrációba, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazások belefolynak a mindennapi életünkbe. Tőlünk függetlenül, hiszen manapság ugye sokszor előfordul, hogy fölveszünk egy hiba bejelentést, és egy géppel kezdünk el társalogni. És sokszor nem is tudunk róla, hogy az egy gép. Igen, nem is. A vonal mögött. Igen, így van, de vonal mögött, tehát is látszólag értelmes, tehát intelligens kérdésekkel tudunk eljutni mondjuk a probléma megoldásáig. Vagy ugye, amikor azt mondanánk, hogy új lenyomatoknak a felismerésre, gépi fordítás esetében manapság ugye nagyon intelligens, vagy nagyon jó, minősebbet tudnak gépi fordítás, önvezető autók. Ugye ott is ugye a gépi látásnak az alkalmazása. Tehát nem is tudnám nyilván, ez felsorolható, hogy mennyi területen már napjainkban is ott van a mesterséges intelligencia, és tényleg, ha tulajdonképpen akkor lennék bajba, ha azt kérdeznék tőlem, hogy tudok-e mondani olyan alkalmazást, vagy olyan területet, ahol a mesterséges intelligenciának nincsen szerepe. Nagyon nehezen tudnék találni olyat, ahol nincsen. Tehát inkább azon, hogy egyre nagyobb a szerepe. A kérdés az, hogy mennyire gyorsan fogjuk ezt. Tehát, mert az, aki azt látni kell, azok a cégek, vállalatok, akik nem lépnek rá erre az útra, és nem vonják be a mesterséges intelligenciát a termékeikbe, szolgáltatásaikba, az óhatatlanul le fognak maradni. Tehát ez nem kérdés. Az elmúlt néhány évben elsősorban a mesterséges intelligencia a rendszerek, ezen belül is a mesterséges neuronhálók megbízhatóságával foglalkoztunk, ami közelebbről azt jelenti, hogy mesterséges neuronhálókról ismert az, hogy egyrészt nagyon jó teljesítménnyel rendelkeznek különböző mesterséges intelligencia feladatokban, akár képfelismerés, vagy szövegfelismerés, akár robotvezérlés, vagy bármilyen mesterséges intelligencia feladatban használhatóak. Ugyanakkor van egy fontos sérülékenységük, mégpedig az, hogy ha egy támadó a neuronháló bemenetét egy nagyon picit módosítja, akkor elérhető az, hogy a kimenete az tetszőlegesen megváltozzon. Tehát nagyon sok ilyen képet lehet látni az interneten is, hogyha valaki keresgél. Tehát például veszünk egy képet egy iskolabuszról, néhány pixelt megváltoztatunk a képről, és a neurohálózat már is azt mondja, hogy ez egy struc, vagy valamilyen, akármilyen másik kategória. És ezzel a problémával foglalkozunk, tehát megpróbáljuk megérteni egyrészt azt, hogy hogyan lehet védekezni ezek ellen a problémák ellen, tehát hogyan lehet úgy módosítani egy neurális hálózatot, hogy ezekre a fajta támadásokra ne legyen érzékeny, vagy kevésbé legyen érzékeny. Másrészt olyan
algoritmusokon is dolgozunk, amiknek a segítségével meg lehet mondani egy adott neurális hálózatról, hogy mennyire érzékeny. El tudjuk dönteni, hogy az adott neurális hálózat az egy adott alkalmazásban biztonságos, vagy nem biztonságos. A deep learning neuronhálózatok alkalmazásán alapszik, amelyeket 1943-ban a biológiai ideghálózatok mintájára dolgoztak ki. Egymásba ágyazott neuronhálózatokat először 2006-ban használtak mélytanuló rendszerként, és a modell matematikája 2012-ig csiszolódott, amikor a GPU kapacitásának kihasználásával igazi robbanás történt a deep learning alkalmazásában. Jelenleg a legnagyobb tapasztalat és publikáció a képfeldolgozás területén van, ahol a nagy számítási kapacitásával a Google jár az élen. A természetben és a mindennapi életünkben nagyon sok folyamat nem véletlenszerűen viselkedik, hanem bizonyos matematikai szabályszerűségeket követ. Ezeknél a folyamatoknál érdemes vizsgálni az adatok időbeli mintázatait. Ezt tették a bolygók mozgásával a középkorban, és ezt teszik manapság a tőzsdei árfolyamokkal is. Az üzleti adatok elemzésénél is nagyon sok segítséget meríthetünk az előrejelzésekből. A neurális hálózatok 10 évvel ezelőtt gyakorlatilag elsöpört minden más kutatási irányt nagyrészt, és ennek az volt az oka, hogy rájöttek kutatók arra, hogy a modern grafikus kártyák olyan képességekkel rendelkeznek, amikkel kifejezetten a neurális hálózatok által végzett számításokat rendkívül hatékonyan lehet elvégezni. Tehát százszoros, ezerszeres gyorsaságot lehetett elérni a CPU-kkal szemben, a grafikus kártyákon, és ez kinyitotta azt a lehetőséget, hogy a neurális hálózatok méretét elkezdjük növelni. És kiderült az, hogy a nagyobb méretű hálókkal jobb modelleket lehet létrehozni, tehát pontosabban lehet például megmondani azt, hogy egy adott kép mit ábrázol. A mélyhálók fejlődését egyébként pont egy ilyen képfelismerési feladat katalizálta. Az ImageNet-nek nevezett nagy, több millió képet tartalmazó adatbázison volt egy minden évben kiírt verseny, ami arról szólt, hogy minél pontosabban meg kellett mondani, hogy az előre megadott ennek egy részén egy előre megadott címkéket jól jósolja meg a háló. Tehát emberek először felcímkézték a képeket, hogy ezen gorilla van, ezen strúc, ezen kutya, és ezt el kellett találni a neuronhálózatnak. És a 2010-es évektől kezdve meredeken emelkedett ezeknek a neuronháloknak a teljesítménye ezen a feladaton. Hol tart most 2021-ben? Tényleg meg tudjuk haladni az emberi képességeket képfelismerési szinten, ami egy kicsit furcsán hangzik, de hát ezt úgy kell érteni, hogy az nem egy tipikus adatbázis, nem olyan dolgokat tartalmaz, amit az ember minden nap lát, tehát nagyon sok fajta állat van rajta például, különböző pókfajok, meg rengeteg kutyafajta, és itt tovább, de az emberek többsége ezeket nem ismeri. De hát ugye a címkék ott vannak, és a neuronhálózat meg tudja tanulni, tehát ezért van az, hogy egy véletlenszerű ember teljesítménye az már rosszabb ezen az adott halmazon, mint egy korszerű mesterséges neuronhálózat. Tehát a mélyhálók így kezdték a pályafutásukat, és azóta gyakorlatilag elfoglalták a mesterséges intelligenciának, vagy hát a gépi tanulásnak az összes alkalmazási területét, tehát megtaláljuk őket a szövegfeldolgozó rendszerekben, a beszédfelismerő rendszerekben, képfeldolgozó rendszerekben, gyakorlatilag mindenhol. A nyelvtechnológia célja, hogy az emberi nyelven közölt tartalmakat, beszédben vagy szövegben közölt tartalmakat számítógéppel meg tudjuk érteni, vagy legalábbis föl tudjuk dolgozni. Ez ugye a mesterséges intelligenciának egy alterülete. A nyelvtechnológiának számos alkalmazási területe van. A hétköznapi ember valószínűleg már találkozott ilyenekkel, például a kereső robotok a weben, vagy a fordító rendszerek, azok mind nyelvtechnológiai alkalmazások. Ahhoz, hogy egy kereső robot a megfelelő tartalmat adja vissza egy keresésre, ahhoz valamennyire meg kellene értenie a weboldalaknak a szöveges tartalmát, amit ugye emberek készítettek el, emberek írtak, emberi
feldolgozásra, emberi olvasásra szánták, és ez az emberi nyelv, ez nagyon gazdag, gyönyörű, ugyanazt a dolgot számtalan különböző módon ki tudjuk fejezni. Egy szó vagy egy kifejezés különböző környezetekben teljesen mást tud jelenteni. Úgyhogy az emberek által megfogalmazott szövegeknek a algoritmikus értelmezése, feldolgozása a mesterséges intelligencia a egyik legnagyobb kihívása napjainkban. A szoftvereket programozók kódolják, programozók írják, amit megírnak, azt nevezünk programkódnak. Maga ez a programkód, ez egy adott programozási nyelven van megírva. Egy programozási nyelv, ha nagyon leegyszerűsítem, akkor angol utasításokból és matematikai műveletekből áll össze. És hát mint minden nyelven, egy adott szöveget, jelen esetben a program szöveget, és meg lehet írni szépen, közérthetően, olvasmányosan, jó minőségben, de meg lehet írni eléggé hanyagul is, vagyis rossz minőségben. Azt viszont, hogy ezt objektíven rá lehessen mondani egy ilyen programszövegre, egy programkódra, hogy mennyire jó minőségű, az egy komoly kérdés, és a kutatásainknak az egyik fő iránya ezt megválaszolni. Tehát objektíven számszerűsíteni egy programkódnak a minőségét, és hogyha sikerül egy ilyen számot alkotnunk, akkor összehasonlíthatóvá válik más szoftverekkel. Ugye egy számot mondani könnyű, mondjuk 42, de ahhoz, hogy ez objektív legyen és jelentsen is valamit, ehhez komoly analízisek szükségesek, amit a mesterséges intelligencia alkalmazásokkal tudunk elérni. Ebből még egyenesen következik a szoftver biztonság kérdésköre is. Sok tanulmány kimutatta azt, hogy jobb minőségi szoftverben kevesebb a biztonsági probléma, még egy kusza kódban, amit rossz minőségben írtak meg, ott jellemzőbb ez. Maga a biztonság az esetünkben sérülékenységet jelent. Ez azt jelenti, hogy adott szoftvernek lehet adni olyan bemenetet, olyan inputot, aminek a hatására a szoftver váratlanul kezd el viselkedni, és olyan dolgokat csinál, amit valójában a támadó szeretne elérni. Ugye sajnos manapság a hírekben szinte nap mint nap hallani már kibertámadásokról, ezek mind ilyen jellegű dolgok. Tudunk ez ellen védekezni valahogy? Igen, nyilvánvalóan, tehát a programot, tehát nem szemmel olvassuk, hanem mesterséges intelligenciát veszünk igénybe, ami átvizsgálja a program sorokat, betűről betűre, ha így tetszik, és keresi bennük azokat a lehetőségeket, ami által támadhatóvá válik a szoftver. Egy emberi gondolkozáshoz nyilván nem nagyon tudjuk hasonlítani még a mai módszereket, tehát hogy ami miatt én itt állok, hogy jelenlegi módszerek azok inkább egy-egy adott feladatra adnak jó megoldást, tehát erre képesek, azt viszonylag jól és egyre jobban, akár szinte napról napra egyre jobban tudják végrehajtani ezeket a feladatokat, de ezt még nem nevezném azért annyira önálló gondolkodásnak. Viszont ez talán nem is annyira fontos a jelen helyzetben, ugyanis, hogy minek nevezzük ezt, hogy hogyan értékeljük, mert hogy nagyon nagy segítség tud lenni egy ilyen intelligens gép, akár az ember munkájában, és itt nem csak az egész egyszerű munkákra gondolok, egész egyszerű feladatokra, hanem akár nagyon komplex szakmai ismereteket igénylő munkában is segítség tud lenni a mesterséges intelligencia. Akár egy radiológiai lelet elkészítésében, tehát amit az orvos megnéz egy képet, és az alapján leírja a szöveges leletet, akár ezt is nagyon jól tudja segíteni a gép. Mi egy ilyen rendszer fejlesztésébe vágtunk bele. A szövegeket, tehát a radiológiai leleteket szövegként már fel tudjuk dolgozni, ez is egy nagy lépés volt. A következő lépés az lesz, hogy a kép alapján is már tudjon valamit a gép mondani. Tehát jelenleg a szövegből megtalálja a betegségeket és a betegségek helyét. A következő fázis az lenne, hogy az orvosokat megkérjük, hogy rengeteg-rengeteg képen jelöljék be a betegség helyét, ami viszont nagyon nagy munka. Úgyhogy az a terv, nyilván orvosok segítségével dolgozunk, de az a terv, hogy felhasználjuk ezt az EMI-t, amelyik a szöveget dolgozza fel, hogy régi leleteken, ahol a szöveg és a kép együtt van, jelölje be nekünk a problémás helyeket, a betegségeket, és ezzel tudjuk majd tanítani a másik EMI-t, amelyik konkrétan majd a leleteket fogja a kép alapján elkészíteni.
Minden kutatás abba az irányba megy, hogy a következő 30 évben nem lesznek gondolkodó, öntudatra ébredő igazi mesterséges intelligenciák. Amit a mostani mesterséges intelligencia tud, és a következő 20-30 évben biztos, hogy ezen még rengeteg fejlődés lesz, az, hogy ha adunk neki egy nagyon jól megfogalmazott feladatot, akkor ezt a feladatot egyre jobban és jobban meg tudja oldani. Ehhez gépi tanulási technikákat és egyéb technológiákat alkalmaz, hogy önmagát fejlesz-e, de ez mind megmarad a feladaton belül, tehát egy konkrét feladat egyre hatékonyabb megoldása a célja a mai mesterséges intelligenciáknak. És épp ezért én úgy gondolom, hogy attól nem kell tartanunk, hogy a mesterséges intelligencia öntudatra ébred, viszont nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mindannyiunknak, hogy mire tanítjuk meg ezeket a gépeket, mire programozzuk őket, milyen feladatot adunk nekik, amit végre kell hajtani. Ha azt a feladatot adjuk nekik, hogy beépítjük egy fegyverbe, és azt a feladatot adjuk, hogy az ellenségeket lője le, és ugye a gép dönthet arról, hogy ki az ellenség és ki nem az ellenség, az igenis egy nagyon veszélyes dolog. Olyan ez valahol, mint mondjuk az atomenergiának a használata, tehát ez is egy kétélű fegyver is lehet. Ha rossz kezekbe kerül, akkor akár tömegpusztító fegyverre is válhat, ám hogyha megfelelő kontroll alatt van, akkor az csak az emberiség javát szolgálhatja. Jól látom? Igen, ez teljesen, teljesen így van. Annyival kiegészíteném, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a kutatók, mérnökök, hanem tulajdonképpen az egész társadalom tisztában legyen ezzel a felelősséggel. Ma még a mesterséges intelligencia mérnökök programozzák, tanítják be ezeket a rendszereket, de nem 30 év múlva, hanem 5-10 éven belül egyre közelebb fog kerülni ez a hétköznapi felhasználókhoz, tehát a robot porszívót is ugye most már be lehet programozni, hogy hol porszívózzon, meg hol ne porszívózzon, ez még nagyobb szabadságot fog majd adni a hétköznapi felhasználóknak. És az is elképzelhető, hogy nem is feltétlenül a rossz szándékkal, vagy ellenséges szándékkal, gonosz szándékkal programoznak egy mesterséges intelligenciát valamire, hanem nem tudják végig gondolni az emberek, hogyha adok egy feladatot, a mesterséges intelligencia meg fog tenni mindent azért, hogy azt minél jobban megoldja. De ha a feladat úgy van megfogalmazva, akkor lehet, hogy a végén valami rossz dolog sül ki. Ugye ez sci-fi filmekből lehet gondoljunk idézni. Gondoljunk csak például Asimovnak a robotika 1-es, 2-es, 3-as törvényére. Így van, vagy lehet idézni olyan sci-fiket, hogy a Matrixban ugye lényegében a mesterséges intelligenciának azt a feladatot adják, hogy tegye az emberiséget minél boldogabbá. Hát az emberiség attól lesz boldog, hogyha egy ilyen lefagyasztott, vagy hát ilyen elemként működik, végtelen álomba elvegetál, de hát a feladatát teljesítette a gép, mert minden ember boldog lett. Tehát ezért gondolom azt, hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy értsük, hogy milyen feladatokat adunk a mesterséges intelligenciának. Az MI ma már képes egy adott témakörhöz rövid esszéket is írni, ami megtévesztésig olyan, mintha ember írta volna. Képes lesz a jövőben szoftvereket is írni, anélkül, hogy programozók vennének részt a munkában? Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és hát egy bizonyos szintig már most is így van. Andrej Kárpáti, aki egyébként egy szlovákiai születési szakember, a Teslának a mesterséges intelligencia üzletágát és az autópilóta rendszerét igazgatja, vezeti. Ő vezetett be egy olyan fogalmat, hogy szoftver 2.0. Nagyon sokan vitatták ezt a felvetését, én egyet tudok érteni vele. Itt arról van szó, hogy vannak olyan programozási problémák, amiket nagyon nehéz algoritmikusan megfogni, tehát utasítások sorozatában leírni, hogy milyen esetben mi történjen. Sokkal könnyebb példákat mutatni magának a tanuló algoritmusnak, hogy ilyen esetben ez történjen, amilyen esetben valami más történjen. És hogyha elég sok példát mutatunk,
akkor képes megtanulni a gépi tanulási algoritmus ezeket a példákat, és előállít egy olyan modellt, amit már valójában szoftvernek tekinthetünk, mivel hogyha ennek a mesterséges intelligencia modellnek odaadunk egy adott bemenetet, akkor képes az elvárt kimenetet előállítani. Képes önálló gondolkodásra az emmi? Jelen ismereteink szerint nem, de ez egy nagyon izgalmas filozófiai kérdés, hogy mit is tekintünk önálló gondolkodásnak. Mert bizonyos feladatokat nagyon szépen el tud látni, és azokat a konkrét célfeladatokat nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan tudja ellátni. De ott még nem tartunk, hogy egy gép esetleg álmodni tudjon, vagy valamilyen kreatív ötlete származzon. Ott még szerencsére nem tartunk. Felmerül bennem a kérdés, hogy álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal? Philip K. Dicknek a ominózus regényéből készült a Szárnyas fejvadász, de óhatatlanul felmerül az emberben, hogy képesek lesznek-e önállóan gondolkodni, illetve álmodni, sőt érezni a gépek a valamikor a jövőben? Hát nagyon nehéz a kérdés, és nehéz azt mondani, hogy igen, vagy hogy nem. Mivel maga ez a terület, ez robbanásszerűen fejlődik, és nagyon gyorsan, és a jelenlegi GPT-3-as algoritmus, mondjuk, ami egy nagy szám volt a tavalyi évben, ez volt egyébként képes arra, hogy egy adott cím és egy néhány kulcsszó alapján képes volt néhány oldalas eszét generálni, ami megtévesztésig hasonlított egy olyan történetre, mintha egy ember írta volna. Tehát szúrópróbaszerű emberi vélemények nem tudták megkülönböztetni ember által írt, illetve a gép által írt szövegtől. Erről annyit kell tudni, hogy néhány évvel ezelőtt volt egy GPT-2-es algoritmus, ahhoz képest az új, az nagyjából ezerszerese a mesterséges intelligencia modellben a neuronok száma és a köztük lévő kapcsolatok száma az előzőnek. Az emberi agy még ettől fényévekre van, de amilyen gyorsan fejlődünk, az nincs kizárva, hogy előbb-utóbb elérjük ezt a technológiai szintet. Rengeteg olyan veszélyforrás van már jelenleg is a mesterséges intelligencia, amit nagyon-nagyon komolyan kell vennünk. Ugye egyikre már utaltam azt, hogy per pillanat a működő mesterséges intelligencia modelleket nem értjük meg teljesen. Tehát nem értjük teljesen, úgy is mondjuk, hogy nem interpretálható számunkra. Tehát nagyon sok kutató dolgozik ezen a területen, hogy hogyan is tudnánk interpretálni ezeket a modelleket, hogy megértsük, mert akkor nyilván ezt a veszélyforrást jobban tudnánk negligálni, jobban tudnánk csökkenteni ennek a kockázatát, ezeknek a modelleknek az alkalmazását. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly veszélyforrás az, hogy tulajdonképpen nem azt mondom, hogy teljesen, de valami olyan, hogy fekete dobozként működnek néha ezek az algoritmusok számára. Tehát nagyon jól körül kell bástyáznunk őket, hogy nehogy kellemetlen meglepetéseket okozzanak a mindennapi életünkbe. Tehát ez az egyik nagy veszélyforrás. Rengetegen dolgozunk, mi is ezzel a területen dolgozunk, itt az egyetemen komoly erőfeszítések vannak ezen a területen, de hát nagyon rögös ez az út, míg ezt megtaláljuk a megfelelő megoldásokat. Tehát egy nagyon erős kontrollt kell kiépíteni, hogy ne történhessenek. Hát igen, szóval nyilván le kell zárni azokat a tesztelésekkel megfelelő biztonságok, hogy ne okozhasson, tehát egy téves működés ne okozhasson olyan problémát, ami katasztrófához vezethetne. Ez az egyik veszélyforrás. Nyilván a másik veszélyforrás az, hogy nagyon beépülnek az életünkbe ezek a mesterséges intelligencia algoritmusok, amik jó, hogy azzal kezdtem az előadást, hogy ez muszáj, hogy megtegyük, mert különben lemaradunk a gazdasági versenyre, tehát ez muszáj megtenni. Ugyanakkor a káros hatás meg mindannyian érezzük. Hát nem tudom, hogy sokan látták viszont a Social Dilemma nevezetű film, ami nagyon tanulságos olyan szempontból, hogy olyan emberek szólalnak ebben a hát dokumentumfilm jellegű ez a film, akik a Facebooknak, Instagramnak, a Twitternek az volt alapító tagjai, tehát akik nagyon-nagyon közelről ismerik ezeknek a social médiához tartozó programoknak, a rendszereknek a működését. És ők hívták fel arra a figyelmet, hogy ami most folyik ezen a területen, az borzasztó veszélyes. Tehát az, hogy az adataink birtokában ezek a programok, rendszerek, mesterséges intelligencia algoritmusokkal ugye
ránk épülnek és befolyásolnak bennünket egész egyszerűen, alakítják úgy az egyéniségünket, hogy olyan helyre klikkeljünk, amit az ő megbízójuk jós pénzért fizet. Mert erről szól. Manipulálnak minket? Tehát gyakorlatilag igen, nagyon-nagyon durván manipulálnak ezek a mesterséges intelligencia algoritmusai. És egész egyszerűen átformálják a személyiségünket ezzel az, hogy olyan tartalmakat adnak alánk, olyan klikkelések irányába vezetnek, ami a személyiségünket át tudja formálni. Tehát az ember és a gép gondolkozása közötti különbségről van egy nagyon jó kis játék. Adott a feladat, hogy mondjunk véletlenszerűen 1 és 10 között egész számokat, soroljuk szépen a számokat egymás után. Ezt az ember is és a gép is elvégzi ezt a feladatot. És amit ha leírjuk ezeket a számsorozatokat, akkor az ember által leírt és a gép által leírt számsorozat között nagyon valószínű, hogy szembetűnő különbség is lesz. Mégpedig azért, mert az ember úgy gondolja, hogy ilyenkor neki nagyon szórnia kell a számokat, nem következhet mondjuk 2 5-ös egymás után, márpedig ez a gép esetén is, és ugye valóságban is ez egy teljesen reális esemény, hogy 2 egyforma szám jön egymás után. Az ember az úgy gondolja, hogy vannak olyan minták, amiket ő nem szeretne ebbe a véletlen számsorba látni, mert az biztos, hogy nem véletlen, már pedig akár elő is fordulhat. A rendszerek veszélyt jelentenek az emberi fajra, az szerintem egy valós veszély. Az, hogy ez azért következik ebbe, mert majd a gépek tanítják a gépeket, az lehet, hogy része lesz, de lehet, hogy nem. Tehát ezt nagyon nehéz most megmondani. Nem csak szerintem egyébként, hanem a mesterséges intelligencia kutatóinak egy viszonylag nagy csoportja szerint éppen az olyan fajta rendszerek jelentik a veszélyt, ahol nincsen előre megmondva, hogy mit kell csinálni. Tehát nem arról van szó például, mint egy önvezető autónál, hogy előre megtanítjuk neki, hogy egy bizonyos szituációban hogy kell a kormányt tekerni, és amikor használom az autót, akkor ő már csak azt használni fogja, tehát nem fog ott okoskodni, hanem az előre rendelkezésre álló neuronhálózatot, vagy bármit, amit tanítottunk, azt fogja használni. Azok a rendszerek jelentenek problémát, amelyik úgy vannak tervezve, hogy a célokat mondjuk meg nekik, tehát azt mondjuk nekik, hogy például az almát le kell szedni a fáról, de azt nem mondom meg neki, hogy hogyan szedje le a fáról az almát. Jogászok is foglalkoznak azzal, hogy mi az, amit meg lehet majd engedni egy gépi gondolkodásnak, tehát mi az, amit nem lehet megengedni. Nagyon nehéz egyébként a kérdéskör. Talán az önvezető járműveknél olvastam egy ilyen történetet, hogy ha egy autó ugye önállóan vezeti saját magát, egy autonóm jármű, és egy olyan helyzetbe kerül, hogy elébe kerül 2 kerékpáros, és nincs más út, mint hogy az egyiket legalább el kell ütni, akkor hogyan dönti el ez a gép, hogy melyiket üsse el. És egy olyan érdekes választ jött, hogy arra kormányozta, amelyiknek a fején volt egy védősisak, egy bukósisak. Mert úgy döntött, hogy annak nagyobb a túlélési esélye, hogyha eldől, mint az, amelyiken nincs. Óhatatlanul ilyenkor Asimovnak a robotika törvényei jutnak eszébe az embernek, és ez már itt van a küszöbön 2021-ben, hogy már muszáj, hogy elkezdjünk gondolkodni, vagy kidolgozni ezeket az úgynevezett robotika törvényeket? Mennyire valós ez a helyzet? Hát onnantól kezdve, hogy autonóm járműveket, vagy bármilyen önjáró gépet, akár emberszerű robotot is megalkotunk, erre óhatatlanul szükség van. Magyarország mesterséges intelligencia stratégiája az nemrég készült el, az előző évben lett bejelentve ez a stratégia, és ez is kitér arra, hogy a jogi környezetet megfelelő szabályozást el kell készíteni ahhoz, hogy ezek a mesterséges intelligencia módszerek ezek gyakorlatban is jobban elterjedjenek. A Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium 2018 őszén kezdte meg működését, amelyben ugye a szegedi csapat is jelentős szeletet kapott. Milyen feladatokat tűztek ki célul? Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés a Nemzeti Laboratóriumnak létrejöttek, különösen a Mesterséges Intelligencia területén én úgy gondolom, egy nagyon fontos lépés, hiszen megvan benne az a lehetőség, hogy az országban különböző helyen levő műhelyek, azok itt összejönnek, és akkor közösen tudnak egy kutatási programot megvalósítani. Ez egy nagy ívű dolog, ha jól emlékszem, 5 évre, tehát 12 milliárdos támogatással rendelkező projekt, tehát én úgy gondolom, hogy ha ezt okosan használja fel ez a konzorcium, akkor itt azért komoly eredmények érhetők el ebben a 5 éves távlatban. Nos, ennek a
nemzeti laboratóriumnak tulajdonképpen, ha most mondani, két nagy célja van. Az egyik nagy cél az, hogy a mesterséges intelligenciát úgymond vigyük minden többi területre is. Tehát ugye van 18 nemzeti laboratórium alakult, az közben szinte mindegyik már bekopogtatott a mesterséges intelligenciánál, hogy valamilyen módon szeretnék alkalmazni a mesterséges intelligenciát az ő programjaikban. És nyilván ez az egyik nagy küldetés ennek a nemzeti labnak, hogy ezeket úgymond teljesítse ezt a missziót, hogy együtt működik ezek a nemzeti laboratóriumokkal. Hát a másik nagy misszió viszont az, hogy magát önállóan, tehát hiszen a mesterséges intelligencia az egy önálló disziplína, tehát megvannak azok a kutatási területek, amit említettem például, hogy a interpretálhatóság, tehát hogy a modelleknek és a többi alkalmazottak, tehát hogy ezeket a kutatásokat is meg tudja valósítani. Tehát ilyen szempontból ezt a két missziót kell teljesíteni. 10 partner van ebben a nemzeti labban. Vidékről benne van a Győr, mint a Audi dolog, és a Győri Egyetem, és utána Vidék Egyetem, és más csak a Szegedi Egyetem van benne, úgyhogy erre büszkék is vagyunk. És arra meg különösen büszkék vagyunk, hogy ebben a nemzeti laboratóriumban 6 területet azonosítottunk a kezdetekkor, és ebből a 6 területből 2 területet szegedi kolléga vezet, tehát munkaterületnek a szegedi kolléga a vezetője. Kell-e félnünk a mesterséges intelligenciától? Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát jelen pillanatban még biztosan nem. Tehát a gépi intelligencia még nagyon-nagyon messze van az emberi intelligenciától. Inkább használnunk kell és örülnünk kell neki, mivel nagyon sok feladatot nagyon jól el tud látni helyettünk, és sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabban. Abszolút nem szabad félnünk a mesterséges intelligenciától. Folyamatosan meg kell tartani az emberi kontrollt a mesterséges intelligencia rendszerek felett. Egyelőre még az emberektől kell félnünk, nem az eszközöktől. Az eszközöktől való tartás, tehát azt is óvatosan kell kezelni, de az még szerintem nem a napjaink problémája. Hát nekem a tömör válaszom az, hogy igen. Tehát most ezt én azt mondom, hogy igen, kell félnünk, de úgy, mint annak a okos embernek, aki azt mondja, hogy jobb félni, mint megijedni. Tehát igen, és vegyük komolyan azokat a veszélyeket, ami a mesterséges intelligenciában benne van, azért, hogy ne kelljen megijednünk majd egy későbbi fázisban. Úgy gondolom, hogy nem kell félnünk. Látni kell azt, hogy ez egy nagyon robbanásszerűen változó kutatási terület és alkalmazási terület. Lássuk azt, hogy a jövőben az nagyon sokat fog változni, és olyan szinten tarthatunk tőle, hogy már most kezdjünk el azon gondolkozni, hogy hogyan szabályozzuk, hogyan kontrolláljuk majd ezeket a módszereket, és nyilván hogyan használjuk ki arra, hogy nekünk jobb legyen. Na nézzük, működik-e. Bádog ember, te embernek érzed magad? Embernek vagyok. Rossz válasz. Tartsanak velem legközelebb is. Hol az a körfűrész?